Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja június 5-én hétfőn. Már csak 2 hét van a tanévből, szinte mindenki azt tervezi már, hogy mit csinál majd a nyári szünet alatt. A turisztikai szezonról is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. A Nemzeti Összetartozás napja. 103 éve írták alá a trianoni békediktátumot. Megnyílt, ünnepélyes keretek között adták át a tiszalöki strandot. Nyári szezon. Mit várnak a vendéglátók az idei nyártól? Vasárnap a világ magyarsága emlékezett a trianoni békediktátum aláírásának szomorú évfordulójára. 103 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én délután 4:30-kor megkondultak a harangok a magyar templomokban. A szerződés értelmében ugyanis a korábbi Magyarország területének 2/3-át, lakosságának pedig a felét veszítette el. A diktátumról, az odavezető útról és a következményekről is beszélgetek dr. Holmár Zoltán történésszel, a Kállai Gyűjtemény munkatársával. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunk. Köszönöm is a lehetőséget, üdvözlök mindenkit. Ugye nincs olyan szerintem olyan magyar ember, aki ne hallott volna már a trianoni békekötésről vagy békediktátumról, de talán kevesen tudják, hogy vezetett oda az út, mi történt, miért történt az, hogy Magyarország ilyen nagy területi és lakosságbeli veszteséget szenvedett el az első világháború után. Kicsit beszéljünk arról, hogy akkor hogyan is jutottunk odáig, hogy ez lett az első világháború vége magyar szempontból. Ugye Trianon egy olyan fogalommá vált a magyar történelemben, amely kitörölhetetlen és fájó nyomot hagyott a nemzetünknek a sebén. Tulajdonképpen a mohácsi vész óta a legnagyobb tragédia a magyar történeti vonatkozásokban, hiszen az addigi, majd 1000 éve fennálló magyar királyság területének 2/3-át veszítette el, lakosságának pedig 1/3-a került az újonnan szomszédok területeken létrehozott nemzetállamok, idegen nemzetállamok fennhatósága alá. És nem beszélve a vagonlakókról, akik menekültek ezekből a megszállt területekről, át az anyaországban megcsonkított Magyarország területére, akik éveken át a kilátástalanságban tengődtek, próbáltak boldogulni, ugye ez több százezer embert érintett. És hát az a több millió ember, akik ott rekedtek a határokon túl, nem beszélve róluk meg, akik egy tömbben például a Székelyföldön, ugye ha csak Erdélyt vesszük, önmagában egy 103 ezer négyzetkilométeres területről van szó, tehát nagyobb területet kapott az akkori román királyság, mint önmagában megmaradt, megcsonkított Magyarország. Ugye az első világháborúról azt sokan tudják, hogy a magyar miniszterelnök, az akkori magyar miniszterelnök Tisza István először vonakodott belépni a háborúba, tehát ugye a németek és az osztrákok nyilván szerették volna, hiszen Szarajevóban megtörtént a merénylet. A magyar miniszterelnök kevésbé akarta, de aztán nyilván ő is úgy döntött, hogy akkor a magyarok is hadat üzennek a különböző államoknak. Ehhez képest viszonylag nagy büntetés kapott az ország. Igen, ahhoz, hogy eljussunk Trianonhoz, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi történt 1920-ban, ugye ez egy esemény volt. Viszont egy hosszú-hosszú eseménysorozat vezetette ahhoz, hogy ezt a békediktátumot ráerőltessék a magyar félre. Vissza kell mennünk tulajdonképpen a 19. századba, a nacionalizmusok évszázadába, amikor minden egyes nemzet, minden egyes nép megpróbálja a saját maga identitását, múltját rekonstruálni, megpróbálja a saját gyökereit megkeresni, és sokszor egymás rovására is. Jó példa erre az 1848-49-es forradalmi szabadságharc, amikor a magyar államnak nem csak az osztrák császári haderővel kell farkas szemet néznie, hanem a Bécs által feltüzelt nemzetiségekkel, akik akkor a magyar királyság területén már viszonylag nagyobb tömbben is éltek. Ugye szó van itt ugye a románoknál, a szerbekről, a tótokról, ugye a szlovákokról. Ezeket mind-mind ellenünk hangolta a bécsi udvar. És utána ugye jön egy provizórium időszak, aztán a kiegyezés, amit Kossuth ellenzett a torinói remetei évtizedei, évei alatt, Deák ugye mégis arra hajlott, hogy egy kompromisszumot kell kötni az osztrák államféllel, ebből született meg az osztrák-magyar monarchia, amelynek egy személyi vezetője volt Ferenc József, ő volt az, aki összekötötte ezeket a népeket, és ezért is volt ő osztrák császár, magyar király. Egy olyan államhatalom született meg az égisze alatt, amely meghatározta a kelet-közép-európai politikai életet az elkövetkező évtizedekben, és tulajdonképpen ugyanakkor megvetette az ágyát annak az ős katasztrófának, amely az első világháborúként vonult be a történelembe, hiszen Ausztria, Magyarország és az osztrák-magyar monarchia főszereplője volt ennek az első nagy világégésnek, ugye Szarajevót említve,
az osztrák trónörökös Ferenc Ferdinándot ott végzik ki Boszniában, és ezzel tulajdonképpen az a lőporos hód, amin addig csücsült Ferenc József egyszer csak felrobban, és minden egyes uralkodó egymásnak hadat üzen, és a két nagy világhatalmi katonai politikai szövetség, az Antant és a központi hatalmak egymással éveken át tartó vérzivataros küzdelmeket vívnak. És tulajdonképpen azzal, hogy elveszítjük az első világháborút, az osztrák-magyar monarchia részeként meg is pecsételődik Magyarország sorsa is. A Párizs környéki békékkel 1918-tól 19-től tulajdonképpen a vesztes államokra ráerőltetnek egy olyan békediktátumot, amit nem tudnak felülvizsgálni. A németek is így járnak, ugye ott megbukik a császárság. Ausztria, ugye a régi nagy területeit szintén elveszíti. Bulgária, az Oszmán Birodalom. Az Oszmán Birodalom is ugye megszűnik létezni, helyette a Török Birodalom fog majd létrejönni. Ők viszont azért ugye valamennyit tudtak nyerni, hiszen a szevri békét sohasem fogadták el, és majd csak később az Atatürk vezette törökök, azok, akik meg tudták reformálni és megváltoztatni az ő saját sorsukat. Sajnos Magyarország nem ebbe a mederbe került. Ha Magyarország sorsát vizsgáljuk ebben az időszakban, azért nekünk az első világháború bukását követően egy kaotikus politikai állapotot láthatunk. A Károlyi vezette kabinet nem tudott úrrá lenni ezen a helyzeten, ahogyan az őt követő Berinkei Dénes féle kormány sem. Aztán 1919. március 21-én kikiáltják a szocialista, a bolsevik tanácsköztárságot, Kunbéláék, amit nem ismernek el legitim államalakulatnak, meg politikai berendezkedésnek nyugaton, így nem is hívják meg az ottani vezetőket a Párizs környéki békékre. Ez kulcskérdés volt? Tehát ha mondjuk egy másfajta kormány alakult volna, akkor valamit lehetett volna változtatni, vagy igazából nem nyomott sokat alatba mindez? Ugye nagyon nehéz így ennyi időtávlatából ezt megítélni. Nyilván másként ítélték volna meg a helyzetet. Lehet, hogy éppen lehetett volna még a területeken kívül a lakosság mellett is akár pálcát törni, hogy ne annyi legyen, amennyit elcsatoljanak. De nyilván a bolsevizmushoz egy olyan dolog volt akkoriban, amitől féltek nyugaton. Látták, hogy a Lenin vezette bolsevikok ugye hatalomra jutottak a volt cári Oroszország romjain, ebből létrehozzák 1922-ben a Szovjetuniót, és 1919 pont a tanácsköztársaságok éve, amikor Bajorországban is terjed, Ausztriába is próbálnak ugye a bolsevikok hatalomra jutni, Magyarországon ugye megveti a lábát a kommunisták magyarországi pártja, és ettől a félelemtől ugye a franciák is észrevették ezt, hogy egyre inkább nyugat felé terjed ez az új veszélyesnek számító eszme, ezért Magyarországot nem fogadták el partnerként is. Számukra egy olyan személy kellett, egy olyan politikai úgymond semleges személy, akit el tudnak fogadni, így esett később a választás Horthy Miklósra, a későbbi kormányzóra, hiszen ő nem volt se nem politikus, ő katonaember volt, tehát ellentenger nagy volt a monarchia haditengerészeténél, se nem balos, se nem jobbos, és ez volt a legidálisabb a nyugat számára, és amikor ő hatalomra kerül, akkor már az azt megelőző időszakban ugye elkezdik felvenni a kapcsolatot a magyar állammal, akkor még a Huszár kormány idején is meghívják akkor a magyar békedelegációt a Párizs környéki békékre. Erre volt bármiféle, ennek volt úgy értelme, hát ugye fönnmaradtak azok a régi fotók és mozgóképek is, ahol Aponyi Albert, ugye a delegáció egyik vezetője beszél, ugye leírások szerint négy nyelven mondta el a magyar álláspontot, Teleki Pál gróf későbbi miniszterelnök földrajztudósként egy vörös térképet vitt, amelyben ugye vörös színnel jelölte, hogy hol élnek magyarok egy tömbben. Ezeknek volt bármi jelentősége? Nagyon úgy tűnik, hogy igazából nem. Ők azzal a tudattal és azzal a céllal vértézték fel magukat, hogy kiálljanak minden körülmények között a magyar érdekek mellett. Lehet, hogy legbelül érezték azt, hogy egy esélytelenek tűnő harcba szállnak bele, de ők, nekik ez volt a feladatuk, ez volt a hivatásuk, ezért is mentek el a Nagy Trianon kastélyba, hogy kiálljanak a magyar érdekek, mert egy roppant jó összetételű magyar delegáció állt össze, hatalmas, nagy tudású, európér, széles látószögű látásmóddal rendelkező magyar politikusokból állt össze, Élén gróf Aponyi Albertel, a nagy magyar úrral. Ott volt ugye Teleki Pál gróf és Bethlen István, a későbbi miniszterelnök, és hát ott volt egy Kállai családtag és Kállai Tibor, aki a Bethlen Kormány pénzügyi minisztere volt, ő is ennek a delegációnak a tagja volt, úgyhogy van egy Nagy Kállai családbeli kötődése is ennek az összetételű csapatnak.
Ugye már eleve ellenséges a fogadtatásuk Franciaországban, ugye házi őrizetben tartják őket 1920. januárjában, aztán lényegében egy kész kidolgozott békediktátumot fognak eléjük tolni, amit nyilván ők nem fogadnak el, és ezért a delegáció is megszűnik, tehát lemond mindenki a saját posztjáról. Ezért az akkori regnáló Simonyi Madame Sándor vezette kormány két súlytalan politikusát, Drass Lázár Alfrédot és Benárd Ágostont küldi ki aláírni a békediktátumot. Nem volt más választás, alá kellett sajnos írni, mert attól féltek, hogy esetleg a minket körülölelő ellenséges országok nagyobb szeleteket vághatnak a megcsonkított ország területéből. Voltak erre perspektívák, láthattuk 1919-ben is, például románok a Tiszavonalát tekintették határnak. Nyilván ez a győztes hatalmaknak egyik, ha lehet így mondani, segítsége volt, hogy nem engedték, hogy a tiszántúli területek is román felhatóság alá kerülnek. De voltak olyan elvetemült ötletek is, hogy nyugat felé levágják a menekülő utunkat, és Csehszlovákiát összekötik Jugoszláviával, az osztrák-magyar határ mentén egy ilyen kis folyosóval, amit koridornak neveztek, egy szláv folyosó lett volna, és lényegében a megcsonkított magyar területeket egy szláv tengerbe sűrítették volna, elzárva minket a külvilágtól. Akkor még lehet, hogy románon kellene most beszélgetnünk egymásra, hogyha a román tervek jöttek volna, és akkor Nyíregyháza is, meg ez a térség akkor jó részt akkor román területre. Hogyha szabad, akkor néhány gondolatot, ugye három vármegye létezett a régi időben, ugye ott, ahol most Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye van. Hogyan érintette ezt a térséget a trianoni békediktátum? Ugye a trianoni békediktátumot megelőzően valóban három nagy történeti vármegye területe osztozott a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén. Ugye Szabolcs, Szatmár és Bereg, de meg kell még említeni Ung és Ugocsa területét is. Ugocsa volt ugye a legkisebb területű vármegye. Ugocsából lényegében egy pár négyzetkilométernyi terület maradt meg a mai megyénk területén. Ez a mai Nagyhódos és Garbolc határában lévő egy kis semleges kis tényleg egy szántóföldnyi terület, ami megmaradt a történeti Ugocsa vármegyéből. Ung vármegye esetében két település maradt a mi megyénken, Záhony és a szomszédos Györöcske. Szabolcs vármegyéből három települést csatoltak el 1920-ban. Eszeny, Tiszaágtelek és Szalóka, ezek akkor a Csehszlovák köztársasághoz kerültek. És hát ami nagyon nagy tragédia számunk, hogy a Szatmár és Bereg vármegyék. Szatmár vármegyének a jelentős része Romániához került, és hasonló sorsa lett Bereg vármegyének is, annak meg a 80%-a került idegen felhatóság alá, és lényegében át kellett alakítani a megyei közigazgatást is, és 1923-ban a 35. törvénycikkel lényegében létrehozták a közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék fogalmát, rendszerét, így létrehozták Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék Nyíregyháza központtal, illetve Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék rendszerét, és annak meg az új megye székhelye az akkor még községként regnáló Mátészalka lett, mert ugye Szatmár német is sajnos idegen felhatóság alá került. Nyilván van ennek egy politikai következménye is, de gazdasági, családi következménye is van, ugye családok szakadtak széjjel, gazdaságilag is ugye a egymáshoz közel álló kereskedelmileg fontos partnerek is különböző országokba kerültek át. Hogy lehetett ezt átdolgozni, földolgozni? Egyáltalán mikorra állt össze az a Magyarország, ami képes volt önállóan működni? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy talpra álljon az új Magyarország? Ugye alapvetően egy hatalmas érrágás volt ez a békediktátum, hiszen úgy húzták meg a határokat, hogy a vasútvonalainkat lényegében elvágták. A vasútvonalak mentén haladt ez a határ, és ezek a kulcsfontosságú, gazdasági szempontból is kulcsfontosságú vasútvonalak, például Romániában, meg Csehszlovákiában rekedtek, és lényegében elvágtak minket ezektől a gazdasági kis régióktól, központoktól. Az erdőgazdálkodásunk is, a hatalmas erdőink a idegen felhatóság alá kerültek, tehát Csehszlovákiába, az erdőink is ugye Romániába kerültek, nem beszélve a bányáinkról. És ugye, onnan a feldolgozóipar itt volt, az alapanyag meg ott. Az alapanyag meg ott, és lényegében az ipar nem működik alapanyag nélkül, tehát ezzel lényegében gazdaságilag megölték az országot, nem beszélve arról, hogy nem volt önálló jegybankrendszer sem Magyarország, mert az osztrák-magyar monarchiában ugye közös fizetőeszköz volt az osztrák-magyar korona. Új banki kibocsátásra is felhatalmazott bankot kellett létrehozni, ez majd csak 1924-ben születik meg a Magyar Nemzeti Bank, amelynek megalapításában, létrehozásában Kállai Tibor pénzügyminiszter is nagyon sokat tett a Bethlen kormány tagjaként.
És hát ami még külön érdekesség számunkra, és talán, ha lehet így fogalmazni, siker a trianoni békediktátum esetében, a Zajta község története, hiszen ott élt egy kántortanító, Gál Lajos, aki talált egy kiskaput, ugyanis észrevette azt, hogy a trianoni békediktátumban szereplő szövegben megfogalmazott állítások, illetve a térkép rajza nincs összhangban. Ugyanis egyiken Zajta a román felhatóság alatt volt, még a szöveg szerint nem. Ő meg ezt kihasználta, és kilobbizta azt a diplomáci érzékeinek köszönhető, hogy Zajta továbbra is magyar föld legyen. Úgyhogy Zajta határában kezdődik ugye Románia, de Zajta továbbra is magyar föld maradt, hál' Istennek, és az ő neve egyébként egy ottani kultúrális egyesületnek is a nevét őrzi. De itt az elszakított családokról, településekről is szólhatnék. A Felvidék esetében nem egy olyan település van, mint ketté vágta. Például ott van Komárom is, ugye. Annak is két része, a Duna egyik, Duna másik oldalán, ugye magyar föld, illetve csehszlovák területre került a másik része. De itt a megyénkben például, ha ne is menjünk messzire, a palátság, mint régió, ha lehet így nevezni, vagy tájegység, ugye Botpalád és Kispalád községek magyar területen maradtak, de Nagypalád már átkerült a határon túlra. Tehát rengeteg családot, rengeteg hozzátartozót vágtak el egymástól ezek a határok. Ezért is volt igazságtalan, békés, fájó pont a magyar emberek szívében mind a mai napig. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Sokáig tudnánk még beszélgetni szerintem erről a témáról, de ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm, hogy itt volt, és számítunk a szakértelmére később is. Én is köszönöm. Folytassuk más tévával, múlt után jövővel. Már csak két hét van az iskolából, utána beköszönt a nyári szünet, sokan keresnek élményeket a vármegyei strandokon. Idén izgalmas célpont lehet a tiszalöki strand, amely teljesen megújult. A szombati átadón Munkácsi Anita is ott volt. Immár megújulva várja a szabadvizek kedvelőit a tiszalöki strand. A vízhőmérséklet már most sem mondható hidegnek, de azoknak is lehetőségük van a pihenésre meglehetősen kényelmes és kulturált körülmények között, akik egyelőre a parton maradnának. Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere részletesen beszámolt a strandot érintő fejlesztésekről. Kettő az egyben örülhetünk itt a mai délelőttön, ha erről esetleg mesélne nekünk egy kicsit bővebben. Igen. Ha nagyon akarnánk, akkor lehetne három az egyben is, de meséljünk csak akkor a pályázatokról. Egy kettős rendezvény valóban, hiszen itt a háttér azt mutatja, azt foglalja össze, hogy az előző fejlesztési ciklus TOF forrásait, amit turisztikára költöttünk a Nyíri mezőség tájegységben, annak a záró rendezvénye van. Itt a fotókon rengeteg olyan fejlesztés látható, ami ebben a térségben valósult meg. Mi itt konkrétan Tiszalökön egy 232 milliós fejlesztést valósítottunk meg, akkor is az elsők között, úgyhogy már több éve mi ezt megvalósítottuk és használjuk, az előnyeit élvezzük. A Holtágon történtek fejlesztések, illetve itt a Tiszai Szabad Strandon, vagy Szabad Vízi Strandon pontosabban, és nagyon örülünk, a vendégek is nagyon örülnek, ez a sátor is, ahol most vagyunk ebben a majdnem nyári időben, ez is annak a fejlesztésnek a része, de nagyon sok eszközbeszerzés történt, vízpartrendezés, megújuló energiaforrásokkal, úgymond a közvilágítás kiépítése, és a Holtágon is például rokkant horgászhelyek kialakítása, ott is kandeláberek, amelyek napelemesek, úgyhogy rengeteg dolog, már majdnem nem is tudom felidézni, vízi járművek nagyon sok, és ezt már még egyszer mondom, mi régen élvezzük, de voltak olyan pályázók, akik a közelmúltban fejezték be ezt az előző fejlesztési ciklust. Ami következik, ugye az szintén uniós forrásokról beszélünk, ez az úgynevezett TOP Plus. Most is élen jártunk, hiszen a rendezvény második része, vagy a kettes számú napirend, az pedig a TOP Plus turisztikai forrásoknak a felhasználása itt Tiszalökön, hiszen így a szezon kezdetére ezeket a pályázati elképzeléseinket is megvalósítottuk. Szintén itt a strandon és a Holtágon egy új fahidat építettünk, óriási szerintem, ezt meg kell nézni, ami végül is majd lesz egy tanúsfénynek a része, eddig is az volt a régi, csak meg kellett újítani. És itt a strandon pedig parkolókat, kerítést, rengeteg térfigyelő kamerát, hiszen óriási, több tíz, esetleg 100 milliós érték található itt, különböző játékeszközöket, játszóházat, ami nem a klasszikus értelemben a kisbabáknak szól, de majd gondolom egy-két felvételt készítenek, és rengeteg napozót még helyeztünk ki, úgyhogy megint rengeteg élménnyel fog bővülni, és bővült a strand és területe.
A tiszai turizmus fellendítése egy igen fontos turisztikai kezdeményezés. Erről beszélt Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. Azt mondta, hogy Észak-Kelet-Magyarország egyre népszerűbb a turisták körében, igazolja ezt az is, hogy Nyíregyháza és Tokaj immáron 3 éve kiemelt turisztikai övezet. A belföldi turizmusnak véleményem szerint van jövője, és ehhez fejlesztésekre van szükség. Itt a Tisza ölelésében, Tiszadobtól Ibrányig, és a Nyíri mezőség az a Szabolcsig tart. Gyakorlatilag az első program volt az, még az előző topos pályázatból, amelyet Tiszalök megvalósított a strand fejlesztésével, egy több mint 200 milliós program, nagyon jól sikerült itt a Holtág árnyékában, ha szabad így fogalmazni, és ez a strand egyre több látogatót vonz, ami azt jelenti, hogy komoly turisztikai attrakció. De mellette fejlődik a Nyíri mezőségben Tiszadob, az Andrássy kastélyt éppen most a volt gyermekotthon részét felújítják, reméljük, hogy nem sokára látogatható lesz. Tiszadadán szabadstrandfejlesztés volt, Rakamazon szabadstrandfejlesztés volt, Gávavencsellőn a Schwabligetet fejlesztettük, és nemrég a Megyen napon, május 20-án adtuk át a Tomori kúriát Szabolcson, amely szintén a Nyíri mezőség turisztikai fejlesztések programja. És vannak terveink is, mert ez olyan jól sikerült, hogy folytatni kell egy aktív turizmussal, és én azt gondolom, hogy egyre több magyar gondolja úgy, hogy nem kell távoli vidékre utazni, hanem itt Magyarországon tölti el megérdemelt szabadságát, és egyre népszerűbb Észak-Kelet-Magyarország. Szeretném megemlíteni, hogy Nyíregyháza és Tokaj egy kiemelt turisztikai övezet lett 3 évvel ezelőtt, és ebbe ezek a települések is benne vannak, tehát Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Balsa, Szabolcs és Gávavencsellő a választókerületemből, és szeretnénk továbbfejleszteni az aktív turizmus, vendéglátóegység, szálláshely, kerékpárutak, és a strandok infrastruktúrális fejlesztése az, ami még fontos lehet. Én azt gondolom, hogy a belföldi turizmusnak, az ágazatnak jövője van, egyre többen dolgoznak is itt, tehát a vállalkozásunknak is megéri. Ezt azért említem meg, mert Tiszalökön az önkormányzat tulajdonában van ez a terület, de üzemeltetésre kiadta ezt a strandot és Fekete Szakál élményparkot, és nagyon jól működik. Egyre több turista, a nagybetűs turista jön ide, messzebb vidékről is. A kerékpárutak és a strandok, szálláshelyek fejlesztése nem csak az aktív turizmus virágzását segítik elő, hanem újabb és újabb munkahelyeket is teremtenek. Folytassuk a nyári turisztikai szezonnal, de már a stúdióból vendégem Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, köszöntöm a nézőket. Azt hiszem, hogy a Pulp Fiction című filmben van egy olyan részlet, amikor azt kérdezi az egyik szereplő a másik, hogy örülünk-e Vincent, tehát hogy minden rendben van-e. Én is ezt kérdezem most öntől, hogy jön a nyári szezon, Covid korlátozások már nincsenek, háború még van, de már kezdjük megszokni. Milyen szezonra számít így előzőleg a szakma? Én úgy gondolom, hogy a foglalásoknak a számával, a nagyságával, a mennyiségével azon nincsen gond, semmi gond. Az, hogy örülünk-e vagy nem örülünk, hát azt majd megmondom majd valamikor, majd szeptemberben, amikor remehetőleg visszajövünk és értékeljük a mögöttünk hagyott nyarat. Hogyha az lesz a tendencia, ami tavaly, illetve tavaly előtt volt, hogy a magyar turisták nagy számban Magyarországot választották, akkor örülünk. Hogyha ezek a turistáknak a nagy része, mivel nincsenek korlátozások, kinyitották a határokat, szabadon utazható Európa vagy bármelyik kontinens, így azért félőnek tartjuk, illetve aggódva nézzük azokat a számokat, amik más ország foglalási statisztikái. Azt gondolom, hogy Magyarország jelen pillanatban még most jól állunk, akár ha nem azt mondom, hogy európai elmezőnyében vagyunk, de azért jól állunk. A megye kimondottan jól áll, középnyírség nagyon-nagyon nagy számokat mutatott az elmúlt 3 évben, és talán februárban volt, amikor azt mondtam, hogy egy minőségi ugrást hajtott végre kelet Magyarország, ezen belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kifejezetten ajánlott térségek, vagy térségnek, kicsi mikrodesztinációnak titulálta a szakma Kelet-Magyarországot, ezen belül is a Tokaj, Nyíregyháza, Baktalórendháza, Tisza parti régiókat, Vásárosnemény. Ez az útvonal, ami nagyon-nagyon látogatott, és természetesen kiegészülve Nyírbátor, Kisvárda, Mária, Pócs háromszöggel. Itt nagyon sok vendégészaka realizálódott az elmúlt 3 hónapban, illetve a vendégek nagy számban térnek vissza, amelyet köszönünk természetesen. De hát itt is arra biztatok mindenkit, hogy válassza a magyar szálláshelyeket, válassza a magyar éttermeket, hát használjuk a magyar.
Igen, csak ugye sokan mondják azt, hogy ma már például a Balaton az majdnem olyan áru, vagy talán még drágább, mint hogyha valaki a horvát tengerpartra megy. Tehát most arra célzok, hogy nyilván az ár is nagyon fontos. Hogyan áll ebben most a magyar vendéglátóipar? Mennyire tud olyan árakat belőni, ami elfogadható, versenyképes a külföldiekkel? Természetesen nem lehet egy kaptafával emlegetni Horvátországot, Magyarországot, a horvát tengerpartot mondjuk egy vásárosnál, mint Tisza parta, de itt meg kell nézni azért, hogy a szolgáltatásoknak vagy a hozzáadott értékeknek a mennyiség és a minőségi aránya az hogyan változik, akár egy tengerparti, akár egy magassági, akár a Mátrába elmegy valaki nyaralni, vagy éppen Nyíregyházát választja itt a nyírségi homokdomboknak a vonzásában. Most is csak azt tudom mondani, hogy szolgáltatás minőségben utolértük Európát. Bárhova minősített szálláshelyekre bemegy a magyar turista, akkor itt a négy csillag, az ugyanúgy négy csillag, vagy öt csillag, vagy három csillag, ugyanazt a szolgáltatási minőséget kapja Zalaegerszegen, vagy Záhonyba, vagy Szegeden, vagy Sopronba. Tehát bárhova megyünk, itt egy mért minőségi kategóriát látunk. A déli országokban azért ez nem minden esetben egyenes arányos a Európában elfogadott mérési számokkal, illetve minősítési rendszerekkel, és talán itt lehet az óriási differencia, hogyha egy helyi kategóriát mérünk akár Horvátországban, vagy mondjuk Dél-Olaszországban, vagy Olaszországban, Toszkánában, akkor teljesen más az ottani négy csillag, meg egy európai négy csillag. Ugyanaz, mint amikor nagyon sokan Törökországba mennek nyaralni, és 5-6 csillagos szállodákat választanak. Ez körülbelül egy 3,5-4 csillagos európai minősítésű szállodának felel meg. Elég, hogyha egy szállodában mondjuk van wellness, akkor már jönnek a tódulnak a vendégek, vagy kell hozzá program is? Hát mindenféleképpen először azt kell rendbe raknunk, hogy mi az a wellness. A wellness az nem minden esetben a uszodával, vagy a kis pancsolóval egyenértékű. Hát a wellness az egy óriási, egy teljesen más definíciót foglal magába. Ez a pihenés, a rekreálódás, ezt annak idén, amikor kitalálta valaki, aki a wellness fogalmát meghatározta, és elkezdte a wellness szállodákat építeni. Természetesen párosított mellé olyat, ahol rekreálódhat az ember, meleg, hideg vízbe, szaunába, gőzbe, stb. De ez nem kimondottan egyenlő a wellness-szel. Van, amikor egy erdei friss levegő, egy csendes környezet, egy igazi feltöltődős állapot párosodik a wellnesshez, de egyébként igen, visszatérve a kérdés eredeti formájára, hogyha van kicsi medence, nagy medence, hidegvizes, szauna, gőz, bármi, akkor ha nem is tudulnak a vendégek, de nagyobb számban keresnek rá, tehát a kereseti számukból lehet látni azt, hogy sokkal többen keresnek egy olyan szállásra, ami párosodik akár egy ilyen fajta élménnyel vagy szolgáltatással. Nagy a térségben kell, hogy legyen olyan program, amit még érdemes megnézni, azért annyi nem elég, gondolom, hogy bennül a szállodában 5 napon keresztül. Hát, hogyha rossz az idő, akkor is el kell valamivel tölteni az időt, és erre nagyon jó a wellness, vagy nagyon jó egy erdei környezet, de azért itt a megyének a nagysága, illetve a határossága. Most igaz, Ukrajna felé nem tudunk menni kirándulni, de a szatmári rész az teljesen pozitív érzetet, illetve pozitív attitűdöt hordoz magába, vagy éppen a beregi, a szatmári tájak, vagy éppen a nyírségnek a csodái, akár egy templomtúra, akár a középkori templomok útja, akár egy biciklitúra, erre a nyírség, ez nagyon-nagyon jó, és óriási expanzió van ebben a megyében még mindig azon kívül, hogy kezdjük szépen lassan utolérni a 2019-es számokat. Igaz, ez még mondjuk most már nem a föld és a hold távolsága, de most már legalább látjuk az út végét. Még ami fontos és mindig szóba kerül, ez a szakember kérdése. Szakemberekben hogyan állunk most, akár itt a Vármegyében, akár országosan? Úgy olvasom, hogy azért vannak olyan szakácsok, olyan séfek, akik nagyon komoly fizetést kérnek azért, hogy egy adott helyen dolgozzanak. Szóval hogyan állunk most ezzel? Hát az elmúlt 4 évben ez óriásit változott. Azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt talán együtt beszélgettünk ugyanerről az állapotról, hogy mi újság a szakmában, óriási volt a szakember hiány. Egy picit közeledtünk egymáshoz, most már nincs akkora a szakember hiány, de ez igaz a megállapítás, hogy kiegyenesedtek a bérek. Azt kell mondani, hogy egy európai környezetben, európai technológiával most már
aránylag európai munkamorállal tudnak dolgozni a kollégák. Ebben a szektorban igen elértük azt, amit az európai nagyszállodaláncok, vagy éppen az európai kollégák tudnak fizetésként hazavinni. És ugyanez a szituáció ebben a megyében is, azt gondolom, hogy sok helyen most már európai béreket fizetünk azért, hogy a kollégák itt maradjanak és ne kívánkozzanak el a Balatonpartra, vagy éppen Nyugat-Európába dolgozni. Egy országos szervezet elnökeként bizonyára sokat utazik. Nyugat-Európában vagy, ahol előbb tartanak, mint mi. Mit csinálnak másképp? Van-e esetleg olyan egy-két mondatban megfogalmazható olyan tapasztalat, amiben ott jobbak, mint itt? 8 éve foglalkozunk egy kimondott programmal, amely Nyugat-Európába visz ki szakembereket tanulni, méghozzá azokat a dolgokat megtanulni, amelyet mi másképp kezelünk, vagy másképp csinálunk, mint ahogy ők Nyugat-Európában. És azt gondolom, hogy az elmúlt másfél év nálunk arról szólt, hogy egy olyan kulturális innovációt vezessünk be a szakmán belül, amely az életpályamodellel, a versenyzési pályamodellel, a rövidellátási láncokkal, az agráriummal, az egészségügyel, a szállodával, magával az egész turizmust egyként mozgatja. És hogyha fölismerjük, és akár politikai koncepcióban is fölismerik a döntéshozók ezt, hogy ezek a szektorok különbözőek, de mégiscsak együtt kell, hogy mozgassuk őket, akkor lesz az igazi áttörés, ugyanis azt látjuk, hogy a nyugat-európai kollégáink, ők már együtt mozgatják az agráriumot, a vendéglátással, az egészségügyet, a wellness élményekkel, a szállodát, az egészségügynek bizonyos másfajta rekreációs folyamataival. És hogyha ezt teljes mértékben, és akkor kiegészül a szakképzés természetesen, a felsőoktatás, majd az alapoktatás, mint általános iskola, ott kezdődik el egyfajta láttatás, majd egy látás és ennek a feldolgozása. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, de ezen az úton mindenkinek végig kell mennie, pontosan azért, hogy minél minőségibb szolgáltatásokat tudjunk biztosítani a vendégeknek, és természetesen a vendégek meg tudják azt, hogy a mögött a elkészült produktum vagy szolgáltatás mögött ki az, aki áll, miért jó az, hogyha azt ő megkóstolja, megízleli, lokális, helyi, finom. Úgyhogy teljesen másként gondolkodunk, amikor egy tanulmányútról visszajövünk, és megpróbáljuk a helyi piacra ráültetni. Természetesen mindent nem lehet ráültetni, de amelyet különböző kultúrákból tudunk meríteni gondolkodásmódot, és a magyar törvényeknek megfelelően ráültetni a saját jól működő modelljeinkre, vagy kevésbé jól működő modelljeinkre, az csak pozitív lehet. Például Olaszországban járunk ki nagyon sokat tanulni tanulmányutakra, és soha nem az a kérdés, hogy ők miben jobbak, vagy miben gondolkodnak másképp, vagy az, hogy mi miben vagyunk jobbak, vagy miben gondolkodunk másképp, hanem a két nemzet kultúráját, gondolkodásmódját, tudásbázisát, hogyha egymás mellé tesszük, akkor összefésüljük, hogy ebből mekkora dolgot lehet csinálni mindenki javára. No, meglátjuk akkor, hogy ez a hosszú folyamat mikor ér el azt az időt, ami már érzékelhető számunkra is, mint turisták számára is, és azt is meglátjuk, hogy az idei nyár milyen lesz, akkor valamikor szeptemberben vagy októberben majd visszavárjuk. Nagyon köszönöm, remélem, hogy mindenkinek rendben lesz a nyara. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várom önöket, amikor többek között egy izgalmas a gyász és az irodalom kapcsolatát feldolgozó kötetről beszélgetek majd a kötet szerkesztőjével. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!